A könyvtár tavaly hagyományteremtő szándékkal szervezett egy népdal éneklési versenyt. Ezt az idén is megvalósította. A megmérettetést általános iskolai korosztály számára hirdette meg. A kötelező és szabadon választott magyar népdalokban 27 gyermek mérte össze idén tudását. A zenei könyvtárnak feladata a komoly zene és könyvzene mellett a népzene népszerűsítése is, és ez a verseny ez nagyon jó lehetőség arra, hogy ezt a célt tulajdonképpen elérhessük. És a gyerekek az énekzene oktatásban nap mint nap találkoznak a népdalokkal, tanulják őket, és a felkészülésük során kiválasztják a hozzájuk legközelebb álló népdalt, amit a szabadon választott népdalként elénekelhetnek. A kötelező az első-második évfolyamnak a Jön a kocsi, most érkeztünk című népdal, a harmadik-negyedik osztályosoknak pedig a Szegény legény vagyok én. A gyermekek előadását zenepedagógusok értékelték. Az érdekel bennünket, hogy a kötelezőnek megadott dalocskákat szépen, tisztán, érthetően énekeljék el. Mindig a hangulatnak, a dal hangulatának megfelelő arckifejezéssel, jó hangmagasságban kezdjék el, ami számukra a legmegfelelőbb, és egyáltalán a zene szeretete látszódjon azon a kis gyermeken, hogy ő azt szívvel, örömmel énekli. A választott daloknál ott mindenképp a gyerekeknek a sajátja, tehát az, hogy mi az a hangterjedelem, ami neki megfelelő, a korának megfelelő nehézségi fokokat, és hát nyilván, hogy a szép, tiszta, csengő éneklés az, ami a nyerő. A népdalversenyek megrendezését a zsűri elnöke fontosnak tartja. A művészeti nevelés, mint tudjuk, az lélekemelő, nem pénzben, nem anyagiakban kifejezhető, de lelki táplálék a gyerekeknek, és ez a tudás, ez a dalokra való felkészülés, ez őket inspirálja arra, hogy egy picit versenyezünk, egy picit megmérjük, hogy na, egyik iskolából, másikból hogyan tudnak.